Mit hoztál, Misikém? Az új versemet, a szózatot. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. Ezek a legszebb sorok, amelyeket valaha olvastam. Azonnal kiadjuk. A szózattal az egész nemzethez akartam szólni. Ez a vers lett életem egyik legfontosabb műve. De kezdjük az elején. Kiskoromban csak úgy faltam a könyveket. Édesapám magántanítót fogadott mellénk. Szép munka, Mihály úrfi, de a helyes írással hadilában áll. Hogy írjuk azt, hogy látja? 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 Hát ez nekem így elég furcsa. Biztos benne? Tudja mit? Írja, ahogy akarja. A magyar helyesírásnak nincsenek egységes szabályai. Egyet se féljen, professzor úr. Majd én megírom. Ha nagy leszek. Atyám váratlanul az égbe költözött. Hogy fenntartsam magam, házi tanítónak szegődtem a Perczel családhoz. Ki tudná megmondani, hány honfoglaló törzs érkezett Magyarországra? 7. Helyes. És hogy hívták a 7 törzs vezetőit? Álmos, Előd. Ont, Kond. Tas, Huba. Tehetem. Etelka kisasszony. Csak folytassák, mintha itt se lennék. Számtalan verset írtam Perczel Etelkához, de sosem mertem megvallani neki szerelmemet. Ő gazdag úri leány volt, én meg csak egy szegény tanító. Idővel azt is el kellett döntenem, mi legyen a hivatásom. Ügyvédként sok pénzt keresettem volna, de úgy éreztem, verseimmel többet tehetek a nemzetért. Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? Igen, ez jó lesz. Ferencem, lenne kedved elolvasni hős költeményemet a honfoglalásról? Épp, hogy megszáradt rajta a tinta. Mutasd, Misikém! A Zalán futása azonnal híressé tett. Mindenki szerette. Végre a magyaroknak is van hősi eposza. És ezt neked köszönhetjük, Miska. Deák Ferivel igaz barátok lettünk. A híres Csiga vendéglő és a Nemzeti Kör. Barátaimmal itt vitattuk meg a nemzet nagy dolgait. Meine Herren, ich glaube... Ennyi, no. A Nemzeti Körben csak magyarul szabad beszélni. Pardon, csak a megszokás. Értsük meg végre. A magyar nyelv forrasztja egyé nemzetünket. Igen, pontosan? Igen, igen. Másik téma, uraim. Megkeresett egy fiatal költő, hogy adjuk ki a verseit. A neve... Petőfi Sándor. Én olvastam, és mondhatom, forradalmian üdítő a stílusa. Adjunk hát neki esélyt. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Hát ezt is megértem. Megzenésítették életem legfontosabb versét. A szózatot. Barátom, te egy zenei géniusz vagy. Jól esik a dicséret, de számomra volt megtiszteltetés. Lenyűgöző uraim, e szózat lesz nemzetünk második himnusza. Mi erős szavak, áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Hadd gratuláljak a nemzet költőjének. Néhány év múlva kitört a forradalom. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ezt akarja a magyar nemzet. Győzött a forradalom. Drága barátom, segítse munkájával első felelős magyar kormányunkat. Örömmel, pénzügyminiszter uram. De győzelmünk nem tartott soká. Szabadságharcunkat leverték.
Jó kedvem, és a jövőbe vetett hitem megrendült, mert semmit sem tehettem rabságban szenvedő hazámért. De verset még írhatok, és reményt még adhatok. Húzd rá, cigány, ne gondolja gonddal. Húzd, de mégse. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve. Isteneknek teljék benne kedve. A nemzet költőjének temetése szikrát gyújtott újra az elkeseredett és kihűlt magyar szívekbe. 20 000-es tömeg vonult némán. Hosszú csend után az első tüntetés az osztrák önkényuralommal szemben. Nagyszerű barátom még utolsó útjával is sokat adott e megtépázott hazának. Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyjai.hu-n.